Hello, Jutka Anna Mária vagyok, és fiatal kutató. Nagyon örvendek. Mikor kezdted úgy érezni, hogy a természettudományi területek jobban vonzanak, mint a humán területek? Én már gyerekkoromban nagyon kíváncsi voltam, és úgy érdekelt minden, ami körülöttem történik, zajlik. Anyukám nagyon szép enciklopédiákat vett nekem, amit nagy előszeretettel nézegettem, lapozgattam, és aztán már mikor tudtam olvasni, akkor olvasgattam. Nagyon imádom az állatokat, és már kiskoromban is szerettem róluk olvasni. És mindig is volt kutyánk, úgyhogy vele meg sokat játszottam. És kertes házban nőttem fel, úgyhogy úgy azért elsajátítottam a növénytermesztés vinyát is, nagymamáimtól pedig a virágok gondozását. Apukám villamosmérnök, és sokszor, ha valami otthon elromlott, akkor mindig úgy figyeltem, hogy javítja meg a dolgokat, vagy milyen kreatív megoldással rukkol elő. Volt otthon Rubik kockánk, és nagyon elbűvölt, hogy akárhogyan forgattam el, kevertem össze neki a színeket, ő mindig kirakta. Úgyhogy hát így kezdődött. És a Király Helmeczi Szlovák Alapiskolában nagyon érdekesen előadó tanáraim voltak. A biológia, fizika, matematika, kémia tanárnőim nagyon jó alapokat adtak nekem, amire aztán a Király Helmeczi Gimnáziumban építhettem. Kiskoromban volt egy orvosi játékszettem, úgyhogy én azzal mindenkit gyógyítottam, úgyhogy azt kijelentettem, hogy én aztán doktornéni leszek, én a betegeket akarom gyógyítani. Aztán viszont később, mivel a kutyusunkkal és más idegen ebekkel is nagyon jól megértettük egymást, úgy akkor aztán azt mondtam, hogy én állatorvos szeretnék lenni. Gimiben szintén gondolkodtam az orvosi és a fizioterapeuta hivatásban, és úgy szintén a tanári professzióban is. Ma azt tudom mondani, hogy a fizika és a biológia tanárnőimnek nagyon fontos része volt, vagy hát fontos szerepe volt az életemben. Nagyon érdekesnek, és sőt, talán mondhatom, hogy élveztem a tanóráikat, mert nagyon lelkesek voltak, és úgy ez engem megfogott. Motiváltak engem arra, hogy én eldöntöttem, én ezekből a tantárgyakból szeretnék többet tudni, úgyhogy így kerültem én Kassára, a Pavol József Safarik Egyetemre, a természettudományi kar fizika-biológia szakára. És a bakalár elvégzése után irányzatot váltottam, tehát nem folytattam a tanárképzőt, hanem tudományos irányzatot választottam, a biofizikát. Ugye tudni kell, hogy a biofizika az a biológia és a fizika határtudománya, tehát a biofizika az fizikai módszereket használ az élő rendszerek tanulmányozására. És fizikai jelenségek például a mágneses terek, a sugárzás élő szervezetekre gyakorolt hatásaival foglalkozik. Na és
Vannak átfedések a molekuláris biológiával, a biokémiával, a nanotechnológiával. Fő vizsgálómódszerei közé tartozik a különféle spektroszkópiák, mikroszkópiák, kalorimetria, sok egyéb más. És hát a családom mindig mindenben támogatott, ők soha nem mondták, hogy na most akkor te ez leszel, vagy az leszel, hogy ilyen professzió, vagy olyan professzió. És tanulmányaim során türelemmel, megértéssel, imával támogattak, úgyhogy egyengedték utaimat, és mindig mellette álltak, úgyhogy ezért nekik nagy köszönet jár. Na és ugye... teljesült mondjuk egy álmom, azt lehet mondani, mert a Safárik Egyetemen a biofizika tanszék hosszú távú tudományos fókusza az interdisziplináris biofizikai és orvosbiológiai kutatás, amelynek középpontjában a célzott daganatterápia áll. És én a magiszteri tanulmányaim alatt belecsöppentem egy nagyon kiváló, színvonalasan felszerelt modern labor teljes közepébe, és kiváló szakemberekkel lettem körülvéve. Úgyhogy ez engem úgy magával ragadott, ez a kutatás, és hát úgy alakult, hogy doktori képzésre jelentkeztem. Mikor a felvételi vizsgán a bizottság elnöke megkérdezte, hogy miért jelentkezek, miért akarok kutatói munkát végezni, hát erre én azt feleltem, hogy ugye hát manapság talán nincs olyan ember, aki nem találkozott volna közvetlenül vagy közvetve a rákkal, és hát sajnos mondtam, hogy az én családomban is és baráti körömben is felbukkant, és hát talán akkor az ön körében is, és hát szeretnék ennek a csoportnak, ennek a kutatócsoportnak a része lenni, és hogyha egy kicsit is hozzá tudok járulni ehhez a kutatáshoz, akkor ez már nekem megérte. Ugye a célzott daganatterápiához. És felvettek, na és hát a 4 éves doktori képzés, tehát PhD képzés, a nagyon sok ülés, olvasás, rengeteg munka, eredménye egy 165 oldalas, hát magasan értékelt disszertációs munka volt, és hát egyelőre 3 értékes tudományos cikk külföldi tudományos folyóiratokban. Ügyes eredmények.